Kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, back in the studio! Back in the hood, please, no. És beszéljünk egy kicsit a fegyverekről. Magyarországon tudtommal nem széles körben elterjedt a fegyverkultúra, ezért sokan, köztük én is megérthetően érezzük kényelmetlenül magunkat fegyverek láttán. Ritkán találkozunk velük a való életben, és amikor felnyitjuk a médiát, ömlik belőle a kisgyerek fegyvert vitt az óvodába, és lelőtte az óvistársait. Tizenéves kislány lyukasra lőtte a rávigyázó férfit egy uzival. Yeah? Komikus túlzásnak tűnhetnek ezek a történetek, de mind a kettő igaz. Szóval ja, a hírekben a fegyver egyenlő a halállal. A filmekben viszont a fegyver a vagányság, az erő, a hatalom. A fegyver az életben ijesztő, a filmvásznon meg szexi. Ne mondja, hogy nem mondja! Fogadjunk, hogy bármelyik szerkesztőségi tag fel tudna sorolni legalább 10 egysoros gyilkosságot. Üzenem a kis Jézusnak, hogy ő következik. És mind hullalaza. Mondd, szerencsésnek érzed magad? Punk! Azért jöttem, hogy segget rúgjak és cigit szívjak. És ez egy nem dohányzó létesítmény. Sőt, a fegyveres gyilkosság annyira laza, hogy nem is igazán számít, hogy mit mondasz a gyilkolás mellé. Üdvözöld a kicsi barátom! Hakuna Matata. Mother. Hasta la vista. Ja, és akkor hogy is van ez? A fegyver most para vagy laza? Nem értem. Ha az amcsik halomszámra hullanak a saját fegyvereik által, akkor miért van ott mégis eszméletlen fegyverfét is? Nem értem. Nem értem, nem értem, nem értem, és itt a lényeg. A fegyvertartás tekintetében világéletemben egy rosszalló álláspontot képviseltem, és mostában rájöttem, hogy ennek az az alapja, hogy nem értem. Nem tudom, mi a jó a fegyverekben. És mint oly sok esetben, szerintem ebben a kérdéskörben is áll az igazság. Bármiről is van szó, ha érted és gyűlölöd, az egy álláspont. Ha nem ismered és gyűlölöd, az az arrogancia. Szóval ez alapján én fogtam magam és ellőttem pár töltényt. Először az AFK-val lőttem Las Vegasban, aztán itthon a budakeszi lőtéren, és a tapasztalataim alapján el kell, hogy mondjam. Változatlanul baromira örülök, hogy itthon nem szokás fegyvert tartani. De mindemellett már értem. Értem, hogy bármennyire is furán hangzik, a fegyver nem csak, sőt, általában nem a gyilkolás eszköze. Gondolj bele egy céllövészet folyamatába. Az ember fog egy intrikált gépezetet, végrehajt vele egy jelentős fizikai megterhelést igénylő mozdulatsort, megnyom egy gombot, robbant egy nagyot, szétveti az adrenalin, majd mindezután kikocog és feljegyzi a matematikai alapon mérhető és követhető fejlődését és tudását. Egy fegyver elsütése nem csak laza, mert az, de a céltól függetlenül egy állati, komplex, sokféle készséget igénylő folyamat, aminek az élvezete abszolút nem szükségszerűen köthető a fizikai bántalmazáshoz. Jó, nem okoskodok, a sportlövészet sport részét értettem meg. És ez a felismerés betöltött egy űrt a fegyvertartással kapcsolatos véleményemben, illetve megváltoztatta egy kicsit a hozzáállásomat. Nem nagyon, de eredményesen. Ugyanis változatlanul azt gondolom, hogy az amcsiknak komoly addiktív problémájuk van a fegyverekkel. Szóval disznóra akar vadászni. Yep. Ezzel a fegyverrel. Abszolút, ide vele. Aha. És mit szólna mondjuk ehhez a modellhez? Hát nem tudom, szerintem az első jobb volt. Próbáljuk meg azt. Maga vak, ugye? Nekem is van jogom az önvédelemhez! De most már jobban értem, hogy honnan jön ez az addikció. Az élmény, a szükséges készségek összetettsége és a kultúra együtt már kirajzolta nekem, mit érez a túloldal ebben a vitában. És ez egy elég jó élmény. De! Nézzük akkor most meg az amerikai filmgyártás fegyverfétisének melegágyát. De fegyverfétises melegágy. Nézzünk meg egy vesztert, ahonnan jön ennek az egésznek egy javarésze. Jöjjön a hét mesterlövész. A történet szerint Rose Creek békés lakosságát látogatjuk meg, akiket egy Bart Bogue nevű iparmágnás készül kilakoltatni a helyi aranybányászat miatt. Nem tudván mit évők legyenek, a lakosok Emma Cullen vezetésével felbérelnek egy csapat mesterlövő cowmant, hogy ugyan már védje már meg őket és segítsen már az ellenállásban, na már. A srácok persze összeveszegednek, mindenkiről kiderül valami izgalmas háttértitok, de a végén
lövöldözés lesz. Spoiler! De most komolyan, mit mondjak? Ez a film egy már létező western filmen alapul, ami egy már létező Kurosawa filmen alapult. Egy remake-nek a remake-je. Remakeception. Nem! Elegem van! Mostantól tényleg minden dolgot, aminek egynél több rétege van, az Inceptionhöz fogunk hasonlítani? A webtestemen keresztül. Stay Balkan, my friends. Szóval a történetről nem igazán lehet sok meglepőt mondani. De végül is megvannak benne a western klasszikus elemei. A morális világrendetlenség küzdelme a törvénytelenséggel. A frissen felszámolt polgárháború feszültségei. Nem tudom, hogy miért mondom ezt ilyen komolyan. A táj, mint aktív szereplő. A fegyver, mint passzív meggyőző erő. A habkönnyű rasszizmus. És a klasszikus, túlfeszített mexikói leállások. Mi van? Ti mondtátok, hogy ne beszéljek ennyit angolul. A mexikói leállások, igen, tudjátok, az a jelenet, amikor mindenki markolásza a fegyvere hügyét, és közben csak nő a feszültség. Csak nő. Csak nő. És az egész jelenet vagy negyed óráig tart. Anyádat. Milyen tízes lőttél? Az igen. Na, a hand cannon az most már egy értelmes kifejezés. Ezen a téren tehát a kellemes hetes egy korrekt műfaj film, nem igazán hoz sok újat, de korrektül utánoz. Viszont, nyilván egy ilyen című filmnél a karakterek a legfontosabbak, és ezen a téren a film meglepően eredményes. Farkasokkal denzelő, kifogástalan főszereplő, Ethan Hawke remekül hozza a film talán legrétegeltebb szerepét, és Chris Pratt változatlanul dolgozik a Chris Pratt brand tökéletesítésén. Na, minden filmjében ugyanazt játsza. Az jó, amit játszik, és szeretjük is, de tagadhatatlanul egy filmművészeti túró Rudy. Ez van két íz, aki érti, szereti. És a dialógusok terén nagy szükség is volt rá. Az egy dolog, hogy eredményesen szórakoztató és vicces az öreg Chris, de van egy pár kifejezetten kreatív kapcsolat kibontó dialógusa a mexikói sráccal. Igen, így fogom hívni, mert a film is így hívja, és ennyi ő. Ez a két karakter láthatóan utálja egymást, de ugyanakkor van egy tisztelet is közöttük, ezért egy ilyen végtelenül férfias faszméregető verbátusát folytatnak, ahol folyamatosan pattognak a sértés és a bratyizás között. Szép volt! Mint anyád annak idején. Az Isten ne vesszen neked gerincet, mert ő a tanú rá, hogy magadnak nem sikerült. Wow! Irodalmi! Végül pedig Hayley Bennett is remek, akiről most így nem tudod eldönteni, hogy Jennifer Lawrence-e, vagy sem, pedig nem, de értem, honnan jössz. Yep. Az ő karaktere azért érdekes, mert egy ilyen félig meddig félreültetett nőcske, akire mindenki ráizgul, de senki nem engedi őt beszélni, és ez nem lenne elfogadható, ha nem lenne korszakhű, de az úgyhogy az. Szexizmusában hiteles jó karakter. Szóval itt tartunk. A karakterek érdekesek, a színészek jók, a történet átlagos, de hozza, amit hozni kell. Leszögezhetem már itt, hogy számomra abszolút szórakoztató volt a film. De ennél nem. Több. Ami nem feltétlenül a filmkészítők hibája. A western műfaja rettenetesen kötött és agyoncsépelt, ahhoz, hogy valami új életerővel töltsék fel, olyan erőszakos stílussal kell rendelkezni, mint Tarantino. Amúgy nehéz újat mutatni ezen a területen, és a Hétmesterlövésznek se sikerült ez igazán. Szórakoztató, de egyszernézős pifi-pufi látványos fegyverropogás van benne, a lazaság nyelvvel tapintható, de ennyi. Ennél több nem vagyok benne biztos, hogy elvárható egy mai western filmtől, de minden esetre ennek a filmnek nem sikerült többet hozni. Értékeljünk! Hát srácok, az a helyzet, hogy igazából tudom ajánlani ezt a filmet, mert végül is szórakoztató, de túlságosan nagy mentál munkát nem igényel, nem lesz egy fantasztikus, hatalmas élet megváltó filmélmény. Western film rajongók és fegyver rajongók abszolút fogják élvezni ezt a látványt, és hogy kit vigyél magaddal ezen túl? Harrison Fordot. Itt van Budapesten, vidd el, szerintem benne lenne. Láttam, hogy néztek egymásra. Na, ugyan már. Nos, hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai filmünk, és nagyon-nagyon nagy köszönet a Budakeszi lőtérnek. Állati jó fejek voltak, hogy beengedtek lövöldözni, és szeretnék üzenni nektek, hogy ők tudják,
ők tudják, hogy ez a Magnum, ez nem létezett még akkor a westerni időkben, egyszerűen nem tudtak visszafogni engem, aki ragaszkodott a legnagyobb Magnum kivételéhez. Hogyha érdekel titeket az ilyen lövészet, sportlövészet, az ilyen élmény, akkor mindenképp látogassatok el hozzájuk. Ezen túl viszont, ami igazán fontos hír, hogy volt két nyereményjátékunk is, aki kitalálta az elrejtett értékelést a Now You See Me videóban, az ő küld át a YouTube-on az elérhetőségeidet, és hogy milyen új hírügynökséges merchet kérsz, elküldöm neked, aki pedig a Marvel vs. DC videóban nyert, az ő és ő. Ti pedig Gmailen küldjétek el az elérhetőségeiteket, és küldjük is az ajándékcsomagot. Nos, srácok, ennyi volt már a hírügynökség, én Szirmai Gergely voltam, és most már visszaálltunk. Hétfőnként hírügynökség minden héten, ameddig a világ a világ. Hogyha 86 éves leszek, itt fogok csücsörögni, már a gyerekeim fognak itt lakni, és azt mondják, hogy menjél már ki innen, senki nem néz már filmeket, csak a VR megy. És én azt fogom mondani, nem megyek sehová, ne toljátok a szét, tiltakozom, tiltakozom!